Itt van velünk Máté, itt van velünk Kornél, és Zadárban töltöttük az előző napot, illetőleg a környékén. Ma pedig tovább utazunk. Terveink szerint megnézzük Sibeniket. Na jó reggel, srácok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt kívánunk! Hova? Sibenikbe. Sibenikbe tartunk Zadárból, és végre benn van a reggeli kávé. Elszabadultak a lovak, így ők kaptak inni egy csablakmosó. Megérkeztünk Sibenikbe, befigyelt egy belvárosi parkolás, úgyhogy elégedettek lehetünk. És most túra vezetünk, amint elszívta a cigijét. Nem dohányzik, leszakóban van. Segít nekünk nyakunkba venni a várost. A srácok találtak egy erődöt ott fönn. Nem tudom, mennyire látszódik. Tehát az ott rohadt fönn van. Na, úgy érzem, megjöttünk itt is, megtaláltuk ezt a sikátoros óvárost. Máté, mit szoktam neki mindig ilyenkor mondani? Ez full Olaszország hangulat. És ez biztos, mert te is unod meg, már lassan én is. De ez itt full Olaszország hangulat. Horvátországos, térképes, törölköző, minden magyar háztartásban van egy. Azt a mindenit, ott van fönn a zászló. A sikátorban megyünk. Annyiszor elmondtam már, hogy ez tiszta Olaszország, hogy most már inkább kezdem azt érezni, hogy igazából Olaszország horvátországos. Étterem, belső terasz? Ezt nem is értem, ilyen kis utcán, és az utca végében egy ilyen harang és templom, hát ez nagyon gyönyörű. Nagyon-nagyon gyönyörű. Az, hogy a kávézónak az asztala, az így benne van a templom ajtóba, és az ernyő is így gyakorlatilag odaér, az ugye elmondja, hogy kávé mekkora tér van, és azt, hogy a szomszéd ház az ez. És itt ez a lépcső, hát ez brutál major, anyád az a kis híddal ott, ez nagyon durva. Arra megyünk? Arra. Nem is mondok már semmit ehhez. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt mögöttünk ebben a sikátorban van egy ilyen kis kocsma, tele van helyiekkel, és ott tolják az ő kis mindennapos dolgaikat. Fú, mi van itt? Elképesztő ez a kis tér, át is váltunk nagylátóra. Tehát ez gyönyörű. Gyönyörű, és talán nem jön át az, hogy egy mennyire szűk téren van benne ez a nagyon-nagyon régi építmény. Gyakorlatilag ezen le lehet ballagni az óváros szélére a tengerhez. Nyilván a város egy kicsit kapaszkodós. Úgyhogy most kapaszkodunk. Főnök úrnak megint kapása van. Szia, Mátyás! Túl vagyunk némi sikátoros kapaszkodás minden fölfelé. És valószínűleg ez az óváros legmagasabb pontja. Én nem tartom kizártnak, hogy ez lehet a vár. De hát ez a Szent Mihály vár itt Sibenikben. Bemegyünk, megnézzük a Kornél által emlékezetesnek titulált kilátást, és utána megnézzük az óvárosnak az alsó részeit is. Ez itt a kilátása Sibeniki várból, vagy hát az egyikből, mert mint kiderül több is van, három talán, és az ott a másik, ott szembe, de az nagyon messzecskén van. És ez az itt, amivel mi följöttünk, ez azért már így sokkal közelebbi. Majd itt is még megyünk följebb, és valószínűleg lesz majd még nagyon jó kilátás, tehát azért ez is eléggé major, és aztán majd vastagon megérte az ízre följönni. Itt ez micsoda ciszterna korna? Egyre följebb jövünk a várban, és hát egyre inkább azt lehet mondani, hogy van némi kilátás az óvárosra. Említettem ezt a három erődöt, hát akkor az egy, amikben vagyunk, ez az egyik. Ott van a másik, amivel eddig szemezgettünk. És kicsit följebb, épp csak egy picit távolabb, ott a harmadik. Azt hiszem, elértük a legtetejét. Az óváros és a tenger. És itt vagyunk egy bástyán. És úgy néz ki, hogy itt éppen egy szabadtéri színpad épül. És végül is ki is volt írva, hogy 17:30 zárva van a vár. Valószínűleg azért, mert előadás lesz itt fönn a bástyában. Ennyivel a tenger mellett.
Tehát lehet úgy jegyet venni, hogy mind a három várban jó legyen. Mi nem tudunk most, meg nem is nagyon szándékozunk ekkora sétát tenni. Úgyhogy mi csak itt az egyes számú várba jöttünk. De innen legfelülről nagyon jól látszik ott a kettes vár. Illetve ott a távolban van egy harmadik erődítmény is, ahova szintén el tudnánk menni. Na hát ez itt az óváros mögöttem. Most följöttünk először a várba, és mi csak ezután fogunk lemenni az óvárosba, és most mindent előre megnézünk, hogy néz ki fölülről, és mi az, ahová el szeretnénk menni. Itt van például ez a kupolás. Ez a kupolás templom, oda biztosan megyünk, és meg fogjuk nézni közelebbről. Ez abszolút gyönyörű. Abszolút gyönyörű. A távol van ott az a híd, ez is elég durván néz ki. Hát ez Sübenik. Dolakból, azt a mindenit, tehát a várból egy fal vezetett le a tengerpartra, és ott van az a fal, a maradványa. És látszik, hogy a közepe az egy ilyen járható rész, és azt írja, hogy ez a 16. században készült az ottomán török támadásokkal szemben, és gyakorlatilag ezen a falon le tudtak menni, és ott középen fegyveresek védeni tudták azt a falat. És a célja az volt, hogy a halászfalú részt védeni tudják ott lent. Itt pedig maga Sübenik város látható, ahogy itt a tengerparti dombra felépül. Ott még a mögötte az erőd, amit már nagyon-nagyon sokszor milliószor elmondtam. És ennyi. Azért ez nem csúnya. Mit játszol a fonogramon, Máté? Jimmy? Ez kemény. Gondolom, hogy ez az itt lévő színháznak a kelléke, amit itt már mutattam. Ez nem bengáli, ez horvát. Ez egy horvát macska. Na gyerünk, nézzük meg azt a templomot, óvárost. Katedrális. Jakoba. Szent Jakab katedrális. Fotó gyanús. Azt mondod, hogy ez így elég jól néz ki, hogy így kibukkan a sikátorban. Le kell menni a térre. Ez itt a Szent Jakab katedrális. Hát brutálisan néz ki. Ezen egy ilyen kis kövezett téren. Elképesztő. Oké. Most mondhatnék sok mindent, de nem. Beszéljen egyszerűen az a látvány, ami itt van. Szent Jakab katedrális, Sübenik, Horvát Köztársaság tér. Brutál. Az egész tér, aminál a elképesztő. Oroszlánok díszítik a kaput, ami egyébként elég gazdagon díszített. És mint látjuk, bibliai jelenet, hiszen Ádám és Éva a bűneset, az, ami itt látható fönn. De szerintem arra van a katedrálisnak az eleje, kimegyünk arra a térre, és van ott egy szobor, amit a srácok már most megcsodálnak. Juraj Dalmatics, szobor. És itt van a katedrálisnak az eleje. És hát csekkoljunk rá erre a gyönyörű katedrálisra. Brutál szobrokkal díszítve ez a kapu. Szent Jakab katedrális brutál, és most kihagyjuk a belső részt, mert nincs rajta hosszú nadrág. Az egész teret itt, azért nézzük meg az egész teret itt mögöttem, mert nem tudom, hogy ezt most hogyan mondhatnám, vagy milyen szavakkal, de lélegzet elállítóan gyönyörű. Fantasztikus. Hogy mondod, Máté? Hát, hogy ott csak fekete ruhát hordanak valószínűleg. Ó, tényleg, ott szárad a ruhanemi. Kőkemény. Kőkemény. Sibeniki Múzeum. Annak a csókának ott nincs jó kedve. Nagyon megsűrűsödött itt a turistáknak a száma a katedrálisnak ezen az oldalán. Durvák azok az arcok ott a katedrálisnak az oldalán. Azt a... Ezek itt félelmetes fejek sorba. Ott a legszélső, az milyen durva. Nyilván néz ez így. És akkor így értük körbe a katedrálist. És érkezzünk föl erre a térre. És itt megyünk föl, már föl se kapjuk a fejünket arra, hogy itt is egy ilyen középkori templom.
gyakorlatilag a katedrálistól, hát nem akarok túlozni 20 méterre. Ez kőkemény. Hát akkor most mi van itt? Café, bar, F-klub? Jön a frissítő. Tegnap este elfelejtettük Zadárban értékelni videón a dobozos Karleckót. És én azt gondolom egyébként, hogy jót ittunk belőle. De most a srácok értékelni fogják az üvegeset is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a vélemény az üveges Karleckóról. Tegnap valahogy este dobozból jobban esett, de szerintem már túl hideg. Túl hideg. Felfrissültünk, de azért kóvájgunk még itt a sibéniki sikátorokban, mert úgy gondoltuk, hogy egy jó kis ebédet is vállalunk itt. És hát gyakorlatilag már az oda vezető út egy élmény, mert minden csupa kis sikátor. Azok a zöld palettával, azok, az a sárga épület, ez senki nem mondja nekem, hogy ez nem brutál hangulatos. Na és így érünk ki itt erre a térre, közel a parkolóhoz, és akkor irány most már tényleg a kaja. Megtaláltuk a helyies jellegű kajádát, ami olyannyira helyi jellegű, hogy nem is, nincs is igazából étlap, csak a helyieknek van napi menü. És mi ebből a napi menüből választottunk, nem vagyunk benne biztosak, hogy mit, de választottunk. Viszont ez azt jelenti, hogy ma sem fog nincs egyre csevapot enni, mert hogy nincs. De legalább ilyen helyes kaják vannak. Például töltött paprika, meg gulyás, ami azért számunkra nem annyira ismeretlen. Tehát mi egy menzán eszünk, egy gyakorlatilag helyieknek készülő menza, és ez itt egy ilyen zöldborsós borjúhúsnak tűnik. Krumplipürével Kornél nagyon örül a borjúsültjének. Máté, te pedig a risottos korszakodat éled. Igen. Bórius risotto. Igen. Ígéretesen néz ki? Úgy bizony. Egy nagyon kellemeset ebédeltünk itt Sibenikben. Egy ilyen helyi menzaszerű kajáda volt, és szerintem mindannyian maximálisan elégedettek voltunk az étellel, mert azt hozta, amit ígért. Úgyhogy ezzel be is fejeződik a sibeniki kirándulásunk, és most vissza a kocsihoz, és újra útnak indulunk. Nem kizárt, mert ennyire jó kijött a nap így májusban már, hogyha nem nagyon hideg a víz, akkor lehet, egy kicsit megmártózunk benne, mielőtt tovább megyünk Dubrovnikba. Rohadt jó lesz visszanézni a videót, ez az igazság. Legyen idegesítő volt, ma nem te vezettél, és ott ugyebár jobb vagy. Értem. Csak nem az úton megy. Parkolt próbál. Itt vagyunk Dubrovniktól egy olyan 50 kilométerre. És találtunk egy igazi ilyen szabad strandot. Na hát legalább próbaszinten azért térdig én is benne az Adriában. Hát május van, úgyhogy ez ugye itt az Adrián még igencsak előszezon. De egyébként nem annyira hideg a víz, tehát én azt mondom, hogyha nagyon kellene, akkor mi ezt be tudnánk érezni rendesen. Most tényleg csak egy rapidan álltunk meg. Most nem biztos, hogy azért belebújnék nyakig. De hát itt van Kornél, aki bizonyítja, hogy ez is teljes mértékben vállalható, igenis bele lehet bújni, akik lehet úszni. Ami engem zavar, az inkább az, hogy nagyon sziklás, és akkora hülye voltam, hogy nem hoztam papucsot. De egyébként teljesen vállalható a víz. De hallgassuk meg azt, aki tudja is pontosan, hogy milyen Kornél, milyen a víz. A külső 10 centi nagyon kellemesen meleg, lejjebb tudom. Nem tűnik egyébként annyira hidegnek, viszont cserébe gyönyörű, tiszta, szép, azt a minden itt a gyönyörű. Kornél már Bosznia felé úszik. Döglet tenger is. Meg ott is. És hát a tengerben van jó pár nem döglött. El kell itt a cipő.